Ázik az augusztusi esőben a budapesti Dürerkert, 1956. októberére emlékeznek majd itt. A vendéglátóhely ugyanis 4 millió forint nem térítendő támogatást nyert az 56-os emlékbizottság pályázatán. A terrorháza főigazgatója Schmidt Mária vezette bizottság hirdette meg a romkocsma pályázatot, a hírtévé derítette ki, hogy ki is osztottak 17 millió forintot 6 szórakozóhelynek, ahol szintén megemlékeznek majd az 56-os forradalom 60. évfordulójáról. Két millió forintot kapott például a Heves megyei Demienben működő fröccsforrás. Facebook adatlapjukon fel is hívják vendégeik figyelmét, nem sokára az 56-os eseményeket bemutató kiállítás nyílik ott. Egy részlet abból az 56 évfordulójára írodott számból, amelynek zenét a magyar származású dalszerző Desmond Child jegyzi. Bár ingyen adta a dalt, amelyről később kiderült egy korábbi szerzeménye, és a magyar zenészek is ingyen működtek közre, mégis 50 millió forintot költöttek rá. Volt miből, az 56-os emlékévre összesen 13 milliárd forintot biztosít az állam. Orbán Viktor is segített, milyen meg, szempontok alapján ő... költsenek. Erről Schmidt Mária az Emlékbizottság tavaly novemberi alakuló ülésén is beszélt. Még egy dolog van, ami, amire szeretnék utalni, szintén miniszterelnök úrnak egy utasítására, aki azt mondta köcsén, hogy el kell érnünk a fiatalokat, azt a nyelvet kell megtanulnunk, ahogy a ma fiataljai beszélnek, ezért azt várja el tőlünk, hogy fenszik, trendik és szexik legyünk. Kerestük ma Schmidt Máriát, milyen szexi programokkal emlékeznek 1956-60. évfordulójára, de sem ő sem az emlékbizottság más tagja nem akart nyilatkozni, és írásban sem válaszoltak. A miniszterelnök sajtóstábjának vezetőjét, Havasi Bertalant is hiába kerestük. Adásunkig nem reagált arra a kérdésre, valóban mondott-e ilyet a miniszterelnök, és ha igen, mire gondolt pontosan.